Sziasztok, üdvözlök mindenkit a 32. napon. Éjszaka folyamán itt a föld alatt befejeztem a árkot, amit körbe húzódik. Igen, most már 4 óra van. Itt az auger segítségével kivéstem mint egy nagy betonszakaszt és befoltoztam. Emlékeztek rá, hogy itt volt a workbench a legelső időben. Hogy annak a helyét megszüntettük, ide csináltam egy ajtót. Hogyha véletlen, ugye itt fölötte lesz pont a horda váró rész, a küzdő szakasz. Hogyha itt véletlen valamelyik zombi észlelni az ajtót a föld alatt és szeretne lefele törni, akkor azt itt csinálja, ahol a horda várók is. Két szakasz van, mert akkor semlegesíteni tudom. Ó, oh, van gomba, hoho, gyere gomba, megeszlek, de előbb leszedlek. Nagyon jó. Úgy látszik, hogy szeretik itt ezt a pincét. Ó, oh, mennyi kaján van? Kell ennem? Kell ennem is, úgyhogy eszek is. Ez egy ilyen takót. Rendben. A Forge-ban jó, folyik a beolvasztás, szerintem egy kis acélt. Hát... ja, persze. 45. Kiolvasztok. Jöjjön csak. De rakom először alapanyagokhoz. Oké. Okay. Az augert most elrakom, erre most nincs szükség, a szegbelövőre sincs szükségem. Elmegyünk küldetést teljesíteni. Ó, pont lejárt. Jó, hogy itt vagyok. Itt vagyok és tudok tenni ellene. Jó. Rendben. Betonkeverőben folyik a munka. Csodás. Rendben. A fát még kirakom. Jó, hát ennyi elég a küldetés. Be. Jut eszembe. Hát itt azért, ugye, itt van egy motor, és itt van egy Steel X acél fejsze. Ezeket le is veszem innen, és átrakom ide az acél fejszébe. Csodás. A baseball ütőt is nyugdíjazzuk. A fegyver kiegészítők között van-e olyasmi, ami esetleg érdekes lehet? Nekünk nincs. Jó. Nem húzom az időt nagyon sokáig, csak azt akarom megnézni. Ergonomic grip. Ez tök jó, hogyha rá tudnám rakni a baseball ütőre. Mert akkor a stamina felhasználás kicsit kevesebb lenne. És szerintem rá is fogom rakni. Gyere a cél. Agasztó, mechanikál, meg rúgó. Hát kb. Ugyanazok kellene mindig. Ragasztóból pont egyel kevesebb van, mint amennyire szükségem lenne. Jó, hát akkor most ezzel most nem igazán fogok foglalkozni, nem akarom húzni az értékes időt. Majd éjszaka lehet ezen dolgozni.
Ígyni. Üzemanyag kell a mociba. Gyere. És ugye, majd itt fogom kialakítani a horda várot. Jézusom, ez azért elég jól van itt ütve. Ahhoz el kell bontanom ezt a részt itt, mert ez útban lesz a védekezésnél. És itt nem tudok majd felmenni, úgyhogy ide rakok egy létrát majd, ami a feljutáshoz jó lesz. Hol a moci? Gyere moci! Ígyni, megtankollak. Rendben. A pénzt elrakom, mert úgyis utána a traderhez lesz utunk. Ezt miért csuktam én be? Ó, pillanj, Leo! Van olyan kis bogyóm. Ez az eye candy, amit vihetnék. Na. Csak az a másik trédert kéne meglátogatni, úgyhogy majd oda megyünk. Előbb a küldetés. Megnézem, van itt valami jó kis cucc az automatában. Konzerv. Ha, innivaló. És nem hoztam magammal, hogy jó lesz vinni. Oké, rendben. Mehetünk tovább. Na és itt a küldetésünk helyszíne. Ez a hentes üzlet. A pénzt azt kipakolom. Meg az italt, meg a konzervet. Ne foglalj itt a helyet. Mehetünk. Meg kell takarítani a helyet, és meg kell találni a küldetéstárgyat. Hello! Na, ez egy rég ismert. Gyere ahhoz! Na, várjál! Annyira szaladt már a kardjaimba. Egyen meg a szívét. Egy skill pont. Nagyon jó. Itt nincs senki. Ezt a skill pontot már régóta kitaláltam, hogy mire fogom rakni. Mégpedig ide a sörétes képességre. Úgyhogy ennek már megvan a helye, és hát megyünk is tovább, nem tétlenkedek. Nézzük, Mizu itt. Pirossal jelz már valami zombit. Itt vagyok-e? Itt van valami rejtett cucc. Jó, ezt majd később. Itt is van rejtett cucc. Oké. És itt is van. Jó. Kijövünk, itt lesz keselyű. Már jó párszor megszivattak. Már megjegyeztem. Sikerült fejbe lőnöm. A másik keselyű. Hoppá. És látom, több nincs talán. És itt haladunk tovább, ide a lépcsőre. Aztán így be és föl, és nem foglalkozunk a medvékkel, kutyákkal. Most nem érdekesek. Üdvözlöm, hölgyem.
Mindjárt esett ott a padláson. Jaj, bessza. Esett az asztal alá. Oksi. Kép. Van valami rejtett cucc. Na, gyertek. Na. Nem igazán vagyok meggyőződve arról, hogy a lángoló és a szöges drót kiegészítő együtt hatásos-e, és nem oltják-e ki egymás hatását. Hát most mind a kettő rajta van a bunkos ezen a boton. Franz tudja. Jó, ki van takarítva a hely, és az utánpótlást kell megtalálni még. Ami lehet, hogy itt visszább volt. Itt van fönt valahol. Megnézzük, hogy itt van-e. Itt lenne fönt. Hát, bekukkantunk. Azta. Itt se volt még nekem. Jól felrakták. Jó. Oké, és akkor itt van a fő loot. Elveszük a kis szemüvegünket. Akkor kapjuk a cukorkát, és akkor megnézzük, hogy mi van benne. Sör. Hát, militári kesztyű. Másikat még fel lehet javítani. Sok jó. Egy barna auger. Hát annak se veszem sok használt. 92-ért. Inkább ledarálom. TSP-t is inkább ledarálom. 13 méren sokat ér. Így mindjárt 176. Jó. Hát ez ennyike. Menjünk ki innen, visszafelé még gyorsan meglátogatunk egy-két tárolót. Végülis ennyi lenne ez a küldetés. Hát ha itt még leesik valami értékesebb cucc. Na hát ez jó. Ősszernek mindig örül az ember. Esetleg? Cső. Csakaja. A kukorica vetél magat is, hát mindegy. Örülünk neki. Adják. Elfogadjuk, aztán majd csinálunk vele valamit. Itt van jó kaja. Kukorica. Visszuk. És akkor menjünk lefelé. Arra, amerről jöttünk. Szia, kesejű. Na, hát ilyesmire gondoltam például. Esték. Ide beásom. Nem foglal helyet. Hát itt mondjuk szét lehetne szedni ezeket a ventilátorokat, vagy klímaberendezéseket, de annyira nincs szükségem alkatrészre. Ó, még egy áfonyás pite.
Jó. Leves. Hát... Scrappelem ezt. Fákból csinálok fakeretet. Kevesebb helyet fog használ. És majd rálakom a tűzre, vagy beépítem. És akkor nézzük meg itt a hűtőket még. Aha, innivaló az van. Hátul van valami táska? Van. Igen. Lőszerrel. Nagyon jó innivalók. Igen, nem kell főzni otthon. Kötszer. Szuper! Úgy is hiányzott egy... Ez ebben is van még valami. Kávé! Jó. Itt esetleg valami. Valami. Aha, itt is van egy kis táska. Jó. Még két hűtő. Macska kaja. Hát lassan meg is... ez a csontkés, nem sokat fogok kezdeni, ezt kidobom. És van még mögötte valami. Szokott lenni. Tonhal. Tonhal konzerv. Műanyag, mindegy, viszem. És ezzel a motorra azért több a tárló kapacitásom. Nem sajnálom. Ott a medve. Hát... Elpattanunk. Mocira azt húzunk innen a francba. Leadjuk a küldetést. 10 óra, megnézzük, hogy a tradernél milyen kínálat van. Na, hé! És talán felveszünk egy küldetést még. Köcsögmadarak! Nem igaz! Fú! Pedig motorral egész jól fel tudtam menni a ritmust ellenük. De beleakadtam ebbe a szikladarabba. Van itt tojás. Van. Csak helyem nincs a tojásnak. Medvét hallottam volna? Á, nem. Na, kicsi kipakolok. Az innivalókat kirakom meg a kaját, azokat biztos, hogy nem adom el. Congratulations, here's your reward, sucker. Van itt egy könyv. 10%-kal több sebzést tudok adni, bevinni a széfekre, az jó jöhet. Amúgy is szeretem ezeket a könyvsúzatokat kimaxolni. Na és akkor adjuk el, ami nem kell nekünk most. Persze, menjél. Te is menj. Láncért majd lootból találok. Cseblámpa, fúj. Spear alkatrész is mehet. Oké, titeket majd feljavítalak, vagy beolvasztalak. Hangulat függő. És akkor... Jó. Rendben. Na, nézzük, mi van nálad. Mert nálam van 3839 pénz. Ezzel szemben nálad sok érdekesség nincs, ahogy látom. Hát, ezt feltétlenül most nem akarom azért megvenni. Most ha ingyen adják, akkor oké, de egyébként nem akarom. Kaja nem kell. Hát
Hát jó, ez elég szegényes, és a 31. napon lesz csak új loot, úgyhogy ennyike, ezzel messzire nem megyek, adj egy jó küldetést. Sajnálom, hogy csak ezt veszem, de nincs jobb cuccod. Modern ház. Ez melyik? Ja, itt van. Uff. Puff. Jó, mindegy. Arra se jártunk még, úgyhogy egyszer el kell menni. De szerintem most nem. Megnézem esetleg ezt a küldetést. Itt. Ez közelebb van az otthonomhoz. Köszönöm szépen a segítséget, viszlát. Kedves Rekt. Úgyhogy a küldetések közül átugrunk emelre, és akkor ezt megnézzük. Nem vagyunk a legjobb állapotban, de ez magától meggyógyul valahogy. Ismét összekaptam egy fertőzést, voltam olyan balfék, de hát, na, majd kigyógyítom magam belőle. Jó, az a medve kicsit ránk morgott, de úgy látszik, hogy nincs velünk semmi baja, ellentétben ennek a keselyűnek. Más a ritmusa ennek a ütőnek, mint a baseball ütőnek talán, kicsit meg kell szokni. Ha jó, a maci békén hagy minket, mi viszont nem hagyjuk békén ezt az épületet. Bemegyünk, legalábbis én megyek be, ti csak ezt nézitek, és akkor kilútoljuk. Ezt elhasználom így gyógyulás céljából. Szuper. Ezeket megkirakom. Üres üveg az úgy is fog még lenni. Ez a medve nagyra közelebb van. Most a medvét meg kéne ölni? És kipróbáljuk, hogy megöljük. Na, nézzük csak. Jó. Megérte erre a sörétes képességre pakolni, úgy gondolom. Na, gyere, maci. Elpakollak. Nem pakollak el. Ezt szét tudom bontani? Szét. Bocsánat, csak ezt a medvét szeretném elvinni haza. Szabad? Na. Levegőbe én is tudok ütni. Aztán rád is. Oké, tehát a macikoma, a keselyű barátja bekerülnek a motor csomagtartójába. Oké. Okay. Na, kezdjük a küldit most már végre. Kicsit lehet, hogy gyorsabbra veszem és a sörétessel fogok menni. Valószínűleg itt kell felmenni, mert eléggé közel van a felkiáltójelhez ez a lépcső. Egy létre. Nézzük a szobákat. Hello.
célzást gyakorolnom kell. Hello. Hoppá. Szia, Pajti. Ott is egy medve. De ővel most nem foglalkozunk. Ne üsd a nyitott ajtót! Ó, cuccos. Jól van. Oké. Lefelé megyünk tovább. Meg kell találni a táskát. Oké. Joystick. Földön maradsz, kövérbarátom. Külső fal, de hát ha van rajta mögötte valami. Oké, ott egy nővér. Lenyilazzuk. Ad vissza annyi veszőt. Nem adott vissza. Te! Nem örökbe adtam. Itt egy újabb kép. Még egy. Hello. Könyvek. Majd a végén. Na? Hogy pattant. Kövérházas pár. Szuper. És itt a cucc. Remek. És akkor itt van loot fönn. Ezeken. Úgyhogy ezt kell egyszer kinyitni. Szerintem más nincs is itt ebbe a házban, mert ezt viszonylag körbejártuk, és úgy gondolom, hogy nincs pincéje neki. Úgyhogy ezeket itt mindjárt kinyitogatjuk. Beveszik a lootolós szemüvegünket. És akkor nézzük, hogy mik vannak itt. Javítószett. Csodás. Ó, fegyver. Helyes. És még ott van egy szerszámos láda. Nézzük. Még egy szög belül. Lesz tartalék legalább. Pisztoly recept. Cuki. Oké. Nézzük a könyveket. Ó, kampangból recept. Nagyon örülök neki. A szerverem már elkezdtem használni, és nagyon jó. Lucky Looter. Több lőszer találkozunk van. Nagyon helyes. Az mindig jól jön a lőszer. Á, van itt egy pince még.
Nézzük csak. Vissza az XP szemüveget. Igen, jó, most már beugrott. Beugrott ez a pince. Ez jó lesz. Hallom, hogy szuszognak a zombik. Fortyognak. Keresünk egy jó rálátást a zombi hölgyre. És még itt lesznek páron. Egyszerűen imádom őket így megölni. Van a főút. Na, álljunk meg egy menet. Nem üvegcsere. Hát pisztoly recepthez pisztoly jár. Jó, ez nem túl erős, de mindennek van ára, vagy haszna, valamilyen szinten. Oké, és akkor még van itt pár szekrény, és még van egy helyiség, ahol egy zombi szokott lenni, vagy több. Most egy volt. Azért van sok cobblestone, de most pillanatnyilag tökéletesen el vagyok látva a cobblestone-nal, úgyhogy nem gyűjtök. Rendben. Na még visszafelé, még akkor... Hát lehet, hogy nem lootolom ki jobban ezt az épületet. Szerintem semmi érdekes nem volt fentebb. Esetleg itt a konyhában még lehet valami a szekrényekben. Jó szerszám, vagy bármi. Egy főzőedény, ami nem kell. Ezt leszkreppelem. És akkor csinálok egy rakszalagot. És akkor így mindjárt lett. Ez mi volt? Maci. Ott a Maci. Hello, Maci. Hát, Maci, rád nem igazán számítottam itt, de örülök, hogy elnéztél hozzánk. Ezt a pár dolgot itt csinálok helyet neked, jó? Ne aggódj, találunk helyet. Így mi. Egy mackónyi helyet intézünk neked. Ezt megeszem. Úgyis éhes a karakter. Na. Gyere. Na jó, kipakolunk a motorba, úgyis itt van a motor közel. Begyűjtöttünk két medvét. Jó, hát itt az utolsó szobában találtam még nagyon jó kis dolgokat. Egyszerűen már nem férek sehová se. Úgyhogy, bocsika, de ezt a lőszert már nem viszem el. És egyetlen megnézem, hogy
Le van-e tárazva minden fegyver? Ah! Jó. Betárazok, és akkor 762-es maradékának lesz lőszer. Nagy hely. Egyszerűen súlyosan tele vagyok. Most már rövid úton húzunk innen el. Nem akarok több mindent magammal vinni. Nem is bírom, úgyhogy küldetés leadása, aztán Usvi haza. We got ourselves a real idea, and now he wants to be paid. That doesn't matter. Zöld Woodenbow. Hát, miért ne? Kell még vigyük is el. Na, innen viszont akkor adunk el recepteket. Azt most jó sokat szereztünk. It goods and that's all you buy? I've got just the job for us. Let's get one thing straight. You're not working with me. Okay, meg vagyunk. Kipakolás és bázis építés lesz a ennek további része. Rendben, sikerült kipakolni. Most pedig veszek magamhoz cobblestone-t. Csinálok mondjuk egy 50 flagstone-t belőle. Viszek fát. És itt van az auger. Egy kis üzemanyaggal. És a javító szögbelövő, és akkor csinálunk egy kis bázis átalakítást. És akkor itt lesz a hordaváró rész, ahol fogadni fogom a zombikat, ugye a már korábban több helyen látott módon történik a fogadásuk. Ugyanazt a rendszert fogom kialakítani máskor is. Itt azért akkor kívülre blokkot, és nem
ide ebbe a vonalba, hogy ide tudom rakni majd a villanypásztort, ami elkezdi majd a kis zombikat rázni. Hát ide jönnek a fullos blokkok. Ide pedig na, lőrés blokk. Igen. És akkor itt a kerítést befejezem. Jönnek. Rendben, és akkor ide meg fából rakok, ugye rácsot. Hát, most nem számolom ki, de mondjuk legyen 30 első körben. Úgyis kevés lesz. Mindig kevés. De fölöslegesen nem akarok sokat, túl sokat gyártani. Benne voltam a blokkba. Na, mit csináljunk mondjuk? Ja, még gyártódik. Akkor bocsika, szóltam. Oké, hát csak kettővel lett több. Akkor még jól kis vagyunk. És akkor itt még a padlót felbontom. Így, szuper, ez is megvan. Rendben. Jó, hát ilyen keskeny hordaváró szakaszon még nem volt, de szerintem működni fog, nem lesz ezzel gond. Sok vasat kell gyártanom, hogy ezeket felfejlesszem, ezeket a fa elemeket, de alapvetően talán nem fogják ütlegelni, úgyhogy nem lesz velük nagy gond. És ezt a tornyot pedig át kell helyeznem ide kívülre. Most csak így fogom lerakni, de igazából ezt fordítva kell elhelyezni, hogy befelé ütögessen. Rám üsse. Jó, és hát ez volt a mai nap. A 32. nap. Megköszönöm, hogy velem tartottatok, és remélem tetszett a videó. Ha tetszett a videó, akkor fejezzétek ki egy lájkkal. Bármilyen kérdésetek, ötletetek, hozzászólásotok van, szívesen fogadom a hozzá a kommentmezőbe. És a 33. napban kicsit átcsúsztunk, 33. napon majd folytatjuk a küldetéseket, lehet, hogy egy jó adag bányászás is lesz, még a 35. napig mindenképpen kéne bányászni, és az elektromos rendszert is ki kell alakítani, tovább kell vinni oda a hordaváró részre is, hogy mikor jön a horda, akkor már teljes erővel tudjuk őket rázzadni. Sziasztok, srácok! Köszönöm, hogy itt voltatok!